Buongiorno, good morning to everybody. I will speak in English because my knowledge of Hungarian is not enough for a presentation. Jó napot kívánok, én is mindenkit szeretettel köszöntök. Úgy döntöttem, hogy ma angolul fogok önökhöz beszélni, mert az olasz tudásom kissé kevés ehhez az előadáshoz. I'm so grateful to Joseph taught to Sister Laura to the whole organization of this beautiful conference on happiness and economics to all of you for your participation here. Köszönöm szépen mindenek előtt Tóth József úrnak és Laura nővérnek a szervezői munkájukat, amelyel lehetővé vált a mai konferencia. I have chosen for as a first picture my presentation this beautiful visitation and the visitation of Contormo. He's one of the most important painter of Italian Renaissance, because he's a beautiful synthesis of what I mean with happiness. Happiness is an encounter, relationships, happiness is spirituality, happiness is also female, the feminine dimension of life that is very much important for any kind of happiness. Ezt a nagyon szép olasz reneszánsz idején készült festményt választottam bevezetőképül az előadásomhoz. A Mária látogatása Erzsébetnél a kép címe. Azt gondolom, hogy nagyon szépen szintetizálja azt, amit a boldogságra gondolhatunk. Hiszen a boldogság találkozás, a boldogság kapcsolat, a boldogság egyfajta lelkiség, és hát benne van a női dimenzió is. Mindezek nagyon fontosak a számunkra. Oké. Then, very few words as introduction of this very big issue that, of course, other speakers will explore more in details. But happiness is at the same time an old and new issue in economics and social life, because happiness is at the origins of any civilization, not just the Western, also Eastern, Asia, India, and so on. But it's also new, because today, in the last few decades, happiness again is at the center of important branch of economics, is also at the center of policy, well-being, GDP, criticism, all movement about on quality of life, so on. Then it's old and new at the same time. A boldogság régi és új témája is az emberiségnek. A társadalmak kialakulásának alapjainál megtalálható érték. Ugyanúgy megjelenik a civilizáció történetének kezdetén, mint ahogy manapság is újra felkapottá vált, hiszen új és új viták születnek a gazdasági és társadalmi rendszerekről, rendszereken belül is a boldogságról, amelyet gyakran kötnek, illetve hasonlítanak. Gyakran helyeznek a kapitalizmus, a GDP, az életszínvonal, az életminőség kontextusába. A mai világban tehát leginkább a vagyonhoz kapcsolódik a boldogságképzet meghatározása, és új diskurzusok születnek. Very long translation, but very intense. Kicsit hosszú volt a fordítás. Then, wealth is not enough for a good life. This can be one of the synthesis, because yesterday, today, and tomorrow, people look for wealth because it's a means for being happier. Wealth is important, but happiness even more. A vagyont említettem, nos, azt megállapíthatjuk, hogy a vagyon önmagában, a gazdagság önmagában nem elég. Az emberek mindig is keresték, próbálták a gazdagságukat elérni, vagyonukat gyarapítani, hiszen azt gondolták, hogy ez a boldogságuk kulcsa. A vagyon fontos, de a boldogság talán még fontosabb. Okay, let's start with a very simple but also well-known graphs for people working on maybe hearing about something about happiness. This is probably the most popular figure or graph in the happiness debate, is the so-called happiness or Easterlin paradox, because Easterlin was the first, he's also my friend, but he was the first economist rediscovering in the 70s this issue of happiness in economics. He's a statistician, economist, living in California, in San Francisco, and
The idea is, I think, some graphs speaks for themselves. You don't need, I don't need to say very much about this, but as you can see, this is the dark line is the self-reported subjective happiness of people in America, US from 40s to 90s. And the dotted line, very steep, is the GDP per capita. Then up to, this is important because in the first bit part of the graphs, happiness and income goes hand in hand, but after a moment, a period in the 60s, 70s, there is no more correlation between GDP and happiness. Nos, egy nagyon a boldogságkutatással foglalkozó körében igen népszerű grafikonnal szeretném kezdeni. Ezt Easterlin paradoxon megjelenítésére is szokták használni. Easterlin azon túl, hogy személyes jó barátom, egy igen jelentős közgazdász, aki talán az elsők között kezdett el foglalkozni a boldogság gazdaság tanával. A 70-es években kezdett el publikálni, ő Kaliforniában, San Franciscóban él. Ha a grafikont közelebbről megnézzük, akkor két vonalat látunk rajta, a vastag vonal jelzi az Egyesült Államok lakosságának a mérések alapján megállapított boldogság szintjét, a pontozott pedig a GDP alakulását egy főre bontva. Ami érdekes azon a grafikonon, az ott a középtájt jelenik meg a 60-as, 70-es évek környékén, egyszer csak megszűnik a kettő közti összefüggés, és egészen más irányokba indulnak. I think it's better if you continue directly in Hungarian and just commenting my slides because it's so beautiful to reading directly in your language. Professzor úrnak annyira tetszik a magyar nyelv, hogy azt gondolja jobb lenne, hogyha én tartanám meg az előadását. Erről most lemondanék. We just save some, as a good economist, we save some research. Anyway, but time. This is unfortunately is a bit old data, but just to give you an idea, Hungary is about here. This is per capita GDP, this is the happiness index. What is also important is this inverted U-shape of happiness, as I will show later. Then when you are in the, that is about the end of 90s, then Hungary was poorer than now, but countries in the with the low income per capita has a positive correlation with happiness, but countries like Germany, I don't know why Italy is there, actually. It's very old, but like Belgium, Austria, and so on, the correlation is flat, or actually is decreasing, that is a sign of an important tendency I will discuss later. Következő grafikonunk is egy jellegzetes ábra, ez a GDP versus boldogság szintjeinek alakulását mutatja. Láthatjuk a bal alsó sarok felé nézve, hogy ott vannak az alacsony jövedelmű lakossággal rendelkező országok felsorolva, amelyeknél megállapítható, hogy egyenes összefüggés van a bevétel, tehát a vagyon és a boldogság között. Magyarország valahol úgy középtájt helyezkedik el, nem tudom, hogy látható-e hátulról. Ott van középütt, igen, most próbáljuk megmutatni. Hozzá kell tenni, hogy ez a felmérés a 90-es évek állapotait tükrözi, amikor ugye Magyarország még azért nem egészen volt a nyugati államokkal hasonlítható. És a legtetején ennek a fordított U alakú grafikonnak, amit meg lehet húzni, hogyha megpróbál az ember, kis fantáziával odaképzeli, akkor a tetején helyezkednek el az úgynevezett jóléti államok, ezek között megemlítődött Belgium, Ausztria, tehát ahol tulajdonképpen magas bevétel és magas boldogságszint. What is important, the all important element in this graph is this tendency, I will be discussing later. The other, maybe because the data are not very updated. Anyway. A fontos része igazából az a kicsit lekonyuló rész volt a piros vonalnak, erről később még fogunk beszélni. This is actually the synthesis of the very controversial debate, because the first thesis about happiness and economics, the most important issues are the controversial ones, because the easy
These stuff like happiness is not important because money is not important, but poverty is even worse. So I think this very easy stuff are not very relevant. The more interesting issue are the controversial issues, like the debate about the relationship between income, wealth, and happiness, etc. Very, very controversial. But there are some common elements. First, the relationship between self-reported happiness and subjective happiness, because what is important in this debate, happiness is self-reported, it's subjective, not objective, like rate of suicides or the use of medicine, health, life expectancy. No, are just subjective indicators. No, this is the characteristic of happiness and economics today. But the relationship between self-reported happiness and individual income is more complex than the old story of GDP tells us. There is a complexity. It's not so easy to put a relationship. Second, when people are poor, income is very important. Then don't be romantic about the beautiful poverty. If poverty is chosen, it's beautiful, like Francesca Moon, Domenica, and so on. But if poverty is unchosen, is terrible, no? Then, when people are poor, income matters very much. But above a threshold value, income is not a good proxy for individual happiness. This is my synthesis of this complex, controversial debate. Now, very long translation. Az a szabály, hogy maximum 80%-át beszélhetem az ő idejének, úgyhogy én rövidebb leszek. Tehát tulajdonképpen a fő üzeneteit próbálja kibontani a mai meglehetősen ellentmondásos vitának a gazdaság és a boldogság összefüggéseiről. Fontos megjegyezni, hogy valóban sok az ellentmondás ebben a diskurzusban. Ugye a boldogságot tulajdonképpen szubjektív mérések által sikerül csak megállapítani, saját bevallás szerinti boldogságról beszélhetünk. Ennek a viszonya a saját bevallás szerinti boldogság vagy szubjektív boldogság viszonya az egyes országok gazdasági helyzetével, illetve a bevételekkel, hogy konkretizáljuk, sokkal összetettebb és sokkal bonyolultabb, mint azt a klasszikus politikai gazdaságtan mai irányzatai vagy a GDP bűvületében elemzők gondolnák. Fontos megállapítanunk azt is továbbá, hogy amikor szegény emberekről beszélünk, akkor igenis fontos az anyagi jólét kérdése. És ne romantikázzunk e kérdés felett, mert nem érdemes. A szegénység valóban tud szép lenni, de csak akkor, hogyha az választott szegénység. Tehát gondolhatunk ferences vagy domonkos nővérekre, bármilyen rendi szerzetesekre, akik választják ezt a szegénységet. Most nem őróluk beszélünk, hanem azokról a rétegekről, akiknek a számára igenis a boldogság összefügg a szegénységgel, és aztán persze van egyfajta küszöb, van egy fordulópont, ahonnan számítva a bevétel, tehát az anyagi jólét már nem tud helyettesítője lenni a boldogságnak. Now, in other words, very shortly, when per capita income, when the economic condition of people are beyond threshold value, the most important things is not GDP, but the distribution of wealth, the social relation, environment, health, education, that are not very clearly related with GDP per capita, because GDP is an individual status, whereas the most important element for happiness are social interactions. Jó, tehát még egyszer ezt a küszöbértéket elmagyarázandó, amikor meghaladjuk ezt a bizonyos szintet, akkor már nem maga a vagyon, vagy a vagyon összege számít, hanem sokkal inkább annak elosztása társadalmi szinten. Ilyenkor már az oktatás, a társadalmi értékek megőrzése az, ami fontosabb. És természetesen ezek az egyéni helyzetet is befolyásolják, és az egyéni boldogságérzetre is kihatnak. Okay. Now, very key issue for me, also a sort of criticism
to happiness literature. Because one important element about happiness is that when you look at what the economists have in mind using the expression happiness, actually they have in mind pleasure. There is a very strong utilitarian hedonistic idea of happiness that is very far away from the Aristotelian, Thomistic or classical Christian idea of happiness, because it's an individual status. In fact, if you look at the literature, they say, okay, for us, pleasure, satisfaction, happiness, well-being actually are synonymous. I think this is an important weak point of the whole debate, because there is no link with the tradition I'm about to present, that is the old important idea that happiness is a social, is public, before of being individual. Terjünk át egy kicsit a boldogság kritikájára. Nagyon gyakori az, hogy kutatók, és legfőképpen a közgazdászok a boldogságot az örömmel, a gyönyörrel azonosítják. Ez a bentemi utilitariánus megközelítés, mondhatnánk hedonistának is, amit fontos elkülönítenünk, hiszen ez leginkább a gyenge pontja lehetne a közgazdasági gondolkodásnak. Ugyanis egyáltalán nem kapcsolódik ahhoz a fajta régi, ősi boldogság felfogáshoz, amelyről a későbbiekben beszélni szeretnék, amely igenis a társadalmon, a közösségiségen alapszik. Bentham, Jeremy Bentham is the founder of the so-called utilitarian philosophy, then Benthamite or Bentham is a... But the last point I think is very important, it's not unfortunately my sentence, but it's a sentence of a very important philosopher called Martha Nussbaum. She said, in life there are good pains and bad pleasures. Then it's not enough to sum pains and pleasure, because pleasure and pains are not the last words of good life, because there are good pains like the pains for liberty, for freedom, for equality, for democracy. They're very painful, this kind of conquest. But there is also bad pleasure. There are people getting pleasure from exploiting women, children. It is not good pleasure for a good society. Pleasure and pain is not enough for expressing what actually a good life is. Jó, tehát a bentamiánus utilitariánus filozófiának persze megvan az ellentetje is. Martha Nussbaum nevét elég megemlíteni, aki elkülöníti egymástól a jó fájdalmat és a rossz örömöt. A jó fájdalom, hiszen a fájdalom nem feltétlenül negatív kategória. A jó fájdalom az lehet az a fájdalom, amelyet például a szabadság, a demokrácia létrehozása érdekében viselünk el. Ugyanakkor vannak rossz örömök is, ilyen például ilyenek azok az örömök, amelyek a nők vagy a gyermekek kihasználásából keletkező örömök lennének. Okay. My thesis, but actually I see that the time flies, but my thesis is to ask for a reconsideration of the idea of happiness that the Greek called eudaimonia or eudaimonia, I don't know in as you translate it into Hungarian, but anyway, eudaimonia, that was typical of the classical Aristotelian Christian Thomistic virtue ethics idea. And I think this reconsideration of happiness intended as a social, interpersonal, relational matter can be very important for the contemporary debate on happiness. And the key element in order to take again into consideration the idea of happiness as eudaimonia in today's economics debate is the so-called relational goods. Tehát előadásom tézisét elővezetve azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne újra gondolnunk az eudaimonia koncepcióját. Nekem lenne az a feladatom, hogy ezt lefordítsam, hát az arisztotelészi boldogság elméletről lenne szó. A klasszikus erény etika elgondolása ugyanis segíthet a boldogság, illetve boldogtalanság paradoxonának a jobb megértésében. Segíthet abban, hogy jobban megértsük, hogy miért függ ez annyira össze a társas kapcsolatokkal, és ezzel egy kicsit újraformáljuk a boldogságról szóló vitát.
Nagyon fontos ebben a vitában, hogy komolyabb szerepet kell adnunk a közösségiségnek, a társadalmi vonzatnak, illetve a kapcsolati javaknak. Okay. The first part I will be very very fast because maybe it's also a bit boring if you are not very much interested in history, but in Aristotle you have the first theory of happiness, I would say, because there are many hints, many intuitions about happiness, because happiness is very old issues. But in Aristotle, in particular in the Nicomachean Ethics, you have a sort of theory, a systematic idea of what really happiness is, and is very much related to philia, to interpersonal relationship, friendship, even though philia is not actually friendship, is a more complex concept, but happiness related to interpersonal relationships, and also that happiness is something intrinsic to action, is not just something instrumentally sought. Happiness requires gratuity. This is or intrinsic motivation. Egy rövid, tényleg rövidnek szánt történelmi áttekintéssel folytatnánk, nehogy untassuk a közönséget a részletekkel. Arisztotelésznek a Nikomakoszi etikájában jelenik meg a boldogságnak talán első teljes meghatározása. Már ebben is eléggé erős vonulatot képez az emberi kapcsolatok szerepe, hiszen Arisztotelész is úgy beszél a boldogságról, mint amely tulajdonképpen emberi kapcsolatok, interpersonális kapcsolatok körében megélhető dolog, és igenis köti a barátsághoz, ami aztán később a filiára vezethető. Még egy másik nagyon fontos vonzata a boldogságnak Arisztotelész szerint, az az, hogy van egy ingyenességi, egy szívességszerű dimenziója. She's very good in translating what I say because she's my official translator from Italian to English from months. Then we have a very good fellow feeling in understanding one another. In particular, you understanding me because your már hosszú hónapok óta jól értjük egymást. No need to translate also. No. And but I think today when economists in particular, but also psychologists like Diener or even Seligman, the positive psychology, use the expression of eudaimonia, because he's very, you say, as the English say, very sexy, very attractive as a word, but I think they don't know at all the debate, the complex debate about eudaimonia in Greek culture, because there was a daimon before Socrates, one daimon with Socrates, daimon after Socrates. And the eudaimonia are very, very big issues, but just there is no time to discuss this, but just to give you an idea that how badly economists use philosophy. And, igen, felkapott ez a szép görög szó. Manapság is gyakran használják, mondhatnánk azt is, hogy talán szexi, vagy vonzó, vagy hasonló bűv ereje lehet, de fontos azt is megjegyeznünk, hogy az eudaimonia természetesen nem Arisztotelész sajátja. Tehát már előtte, vele, általa és utána is létező különböző elgondolások kapcsolódnak ugyanehhez a szóhoz. I think the most important quotation is bits of Aristotle. Is eudaimonia is never for the sake of something else, is the final, is the ultimate goal, because there is nothing further, because is the most beautiful thing in life. Therefore, that reason, happiness is the accomplishment of life, is the most desirable, beautiful things you can never imagine. For that reason, today, some English philosophers don't use happiness for eudaimonia, but human flourishing, because it's a much more embracing concept than happiness for expressing the Aristotelian eudaimonia. Az arisztotelészi eudaimonia legfontosabb tulajdonsága talán az, hogy sosem valami másért jön létre. Ez tulajdonképpen egyféle beteljesedése a dolgoknak, beteljesedése az életnek. Talán épp ezért van az, hogy a kortárs angol nyelvű filozófusok már nem használják a kissé elcsépelt happiness szót az eudaimonia kifejezésére, hanem human flourishingnek nevezik, vagyis az
emberi virágzásnak, az emberi felvirágzásnak. Thank you. Then this idea that is another very key issue, but there is no time for exploring it. But there is a very strong relation between virtue and happiness, because if you look intrinsically for virtue, you will reach happiness as a byproduct. But if you are virtuous for happiness, you never reach happiness. Just to give you an example, I often say to my students, if you study for the note, for A+, you are not virtuous. But if you really study for intrinsic motivation, you will get the maximum evaluation, the A+. But the A+ is not the reason of being a good student, but it's the byproduct of it. This is the idea of virtue and happiness in Aristotle. Sorry for very, very the big synthesis. Nos, tehát nagyon fontos az, hogy az erények és a boldogság rettentő szorosan és bonyolult módon kapcsolódik egymáshoz. Fontos azt tudnunk, hogy tehát ha belső indítatásból gyakoroljuk az erényeket, és nem eszközként a boldogság elérésére, tehát ha belső indítatásból vagyunk erényesek, akkor van esélyünk az igazi boldogság elérésére. Talán egy kicsit kézzelfoghatóbb az a példa, hogy a diákoknak szoktam ezt magyarázni, hogyha nem a csillagos ötösért kell tanulni, hanem belső indítatásból. Tehát, hogyha csak azért tanulsz rengeteget, hogy csillagos ötöst kapjál, akkor nem leszel boldog igazán. Akkor leszel boldog igazán, hogyha a belső indítatásod is arra, hogy tanuljál. És az a csillagos ötös meg egyébként csak egy mellékhatás. Egy melléktermék, bocsánat. Then there is this expression, the happiness is the prize or the awards of virtues. It's not incentive for virtue. As you can imagine, there is a big issue about the difference between incentives, that is the new god of modern economics and what organizations, and awards or prizes, because prizes is the recognition that you are already virtuous. It's not the creation of virtues. The incentives is the creation of the behavior. Then the incentive creates behavior. Prizes or awards recognize the good behavior. It's a completely different issue. I'm also working on this issue of prizes in organization, because prizes is related to virtue ethics. Incentives related to utilitarian ethics. It is a completely different idea of anthropology. Fontos meg elmondanunk, hogy a boldogság arisztotelész értelemben véve idézünk az erény jutalma. Manapság igen sokat beszélünk a jutalomról incentíva értelmében a szónak. Ez talán a modern közgazdaságtan, a modern gazdaság és a gazdasági szervezeteknek egy új, egyfajta istene, hiszen mindent az incentívákkal próbálnak elérni. Fontos azonban azt tudnunk, hogy az incentív az egyfajta viselkedést generál. A boldogság, a jutalom viszont nem azért érkezik, mert valamilyen féleképp egy viselkedéssel elértem, hanem azért, mert már olyan vagyok eleve saját indítatásból, tehát már saját indítatásból való erényességnek lehet csak a jutalma, a boldogság, ami semmiképpen sem az utilitariánus értelemben vett incentíva. The Nobel Prize is not the motivation of write a good paper, but is the recognition that the paper was good. Okay? The incentives for working 1 hour more is the creation of 1 hour more because of the incentive. This is I have nothing against incentives, but incentives are not enough for a virtue ethics, because if you want virtues, then intrinsic motivation in your job, in your organization, you have to use prizes and not just incentives. A Nobel-díj az tulajdonképpen nem egy jól sikerült tanulmánynak a tanulmányhoz a motiváció, tehát hogy elérjük azt, hanem pont ennek a jól sikerült tanulmánynak az elismerése. De az a tanulmány már ott volt, és jó volt előtte is. Egy órával többet dolgozom, azt nem azért teszem, hogy boldog legyek, hanem pont attól vagyok boldog, hogy egy órával többet dolgoztam, és valamit eközben elértem. Tévedés, ne essék, semmi bajom nincsen az incentívákkal, mert van ezekre szükség, de
nem elég az erényalapú etikához, tehát nem elég az erényalapú etika által megállapított boldogság eléréséhez. Ahhoz ugyanis rettenetesen fontos a belső motiváció jelenléte. Okay. There is one problem with the expression of happiness today, because happiness, the word happiness in English, is very much related to the archaic idea of good fortune or the fate, because happiness comes from to happen, then is the idea of fortune that is completely different from the Latin tradition of happiness, felicitas, that I'm very close to explore, and because in some languages like German, Glück means at the same time happiness and fortune, and there is a this old idea, happiness is fortune, fortune is happiness, then it's not virtue, because something that happened to you. The Latin story is different in the next slide. Egy picit belemenve a szó etimológiájába, ugye a happiness szó angol jelentése már említésre került, de fontos azt is tudnunk, hogy a happen, tehát megtörténik, történik, igéből származtatható ez a szó. Valamiféleképpen az indoeurópai nyelvekben a boldogság emiatt, és főleg például, hogy a német szó is illusztrálja, ami a Glück egyszerre jelent ugye szerencsét és boldogságot. Tehát valamiféleképpen a szerencse és a boldogság egymás mellé kerültek ezekben a nyelvekben, azonos szóval fejezzük ki őket. Ez lényegében eltér attól, amiről most fogunk beszélni, ez pedig a latin felicitas szó jelentése. The Roman felicitas is much more interesting than happiness. Sorry because I'm Roman too, but it's not my invention, unfortunately. But why? Because the word felicitas comes from the prefix fe, which is the same prefix of fecundus, femina, fetus, ferax. That is the idea that feo means to produce in Latin. Is the idea that felicitas comes from the cultivation of life, of virtues. There's nothing to do with fortune. In fact, in Roman, in the Campidoglio, you had the temple of the god Fortune, but we have also the temple of the dea Felicitas. There are two different realities in life. And then, in fact, if you also there is this beautiful idea. There was the happy trees, the unhappy trees, the ficus, the olive tree are happy. You have unhappy. There was the idea of generativity, fecundity, creation of life. There was this beautiful Francescan tradition, maybe older than Francesca, probably started from Gioacchino da Fiore, but the idea of Arbor Crucis, it is beautiful, the idea that the cross, that the tree of life of the Genesis that became the cross of the Jesus. It is a beautiful, sorry, I haven't put the picture of this flourishing tree Jesus on. Jó, tehát a római, illetve a latin szó, az a felicitas lenne, ennek az előtagja az, ami igazán sokat mondó lesz a számunkra, a fe előtag ugyanis termékenységet, bőséget jelképez. Megtaláljuk ezt nagyon sok latin szóba, ahogy ki is vetítettük, mindegyik olyan dologra vonatkozik, bőség, nőiség, termékenységet kifejező szavak ezek. A feo latin szóból ered az egész, ami azt jelenti, hogy létrehozni valamit. Persze emellett megemlíthetjük azt is, ami szintén nagyon, nagyon érdekes összefüggés, hogy az infelix szó úgy jelenik meg olyan összefüggésben, mint az a fa, amely nem hoz gyümölcsöt, amelyik nem terem. És amelyik terem, az pedig felix, tehát tulajdonképpen ugyanazzal a szóval illusztrálódik, mint a boldog. A termékeny fa, az tehát a felix, ezt használták az ókorban. Még egy nagyon szép, immár keresztény hagyományt érdemes itt megemlíteni. Bocsánat, előtte még volt egy ókori példa, hogy nem véletlenül volt az, hogy a római kapitóliumon a szerencse istenének, aki
Fortuna istennő és a boldogság istenségének, a Felicitásnak ugye külön temploma volt. Itt látjuk azt, hogy ez a szó már egészen más értelemben használódik a latin kultúrában. És a keresztény utolsó példa, ami elhangzott, az pedig az életfája, ugye az Arbor Crucis tradíció, Arbor Crucis hagyománya, amikor is a jól ismert párhuzammal a teremtés könyvében megjelenő életfájából származtatják Krisztus keresztjének fáját, amely kivirágzik. Beautiful pictures and tradition. What is very beautiful is also to see the coin, the Roman coins. I found some coins for a congress I organized last year in Rome about public happiness. And I found a very nice coins that is very telling, because you see Felicia Tempora, with children, with tools of agriculture, with the idea of cultivation. It's a beautiful idea, no? Also for the young people. Happiness is the cultivation of virtues, nothing to do with the fortune, with to be, I don't know, with the pleasure. Happiness is something very serious. Also another Felicia Tempora, you see, the fruit of nature, the woman, the pregnant woman, usually. And also, this is also beautiful, the child over the Leviathan. The idea that the life is stronger than death. The idea that the Leviathan is the monster of the book of Isaiah, Job, but it's also the picture of the power of Hobbes in the Leviathan. But in that period there was the book of Job, the book of the Bible, the idea that the child is stronger than every monster. I think it's nice, no? This association of happiness to this kind of stuff. Nothing to do with the smile, with this very ephemeral idea of happiness. My happiness is a very serious stuff. It's nothing to do with contentness. Of course, happiness is also to be happy in English terms, but it's much more related to good pains and bad pleasures. A boldogság további képi megjelenítéseiről fogunk egy picikét beszélni. Gyakran hozzák ugye összefüggésbe, tehát a gyümölcsözéssel, a felvirágoztatással ezt a szót. Ezért igen gyakran jelenik meg, egy korábbi római konferenciára készülve találtam ezeket a nagyon szép érméket, ókori érméket, pénzérmékről van szó, amelyeken a Felicitás szó szerepel, és tulajdonképpen ami megjelenik rajta, az gyermekképek, illetve az évszakoknak megfelelő mezőgazdasági tevékenységek ábrázolása, illetve azoknak az eszközei vannak a gyermekek kezében. Ez is egyfajta kultivációra utal, ugye a mezőgazdaságban használjuk ezt a szót, nem hiába. Kultiváció means cultivation, no? Si? Yes. Egy szót már kiadtam a közösből. No és hát, hogy nem hiába használjuk ezt a szót, hiszen a boldogságunkon is dolgozni kell, azt is kultiválnunk kell. Aztán megláthattuk a Felicitas Publica képét, ami az előző volt, de most már nem baj. Általában női alak, sőt, többnyire terhes, tehát állapotos nőt mutat ez a megjelenítés. Ami ugye nem kell tovább ragozni, hogy mennyire gyümölcsözést és termékenységet szimbolizál. Azután van a Leviatánnal megküzdő gyermek képe, amely idézhetné nekünk Jobb könyvét is, miszerint ugye a gyermek erősebb a szörnyetegnél. Ez is a Felicitáshoz kapcsolható megjelenítés. Összefoglalva tehát, amikor mi a Felicitásról beszélünk, a boldogságról beszélünk, akkor nem ezt az amerikai smile-it gondoljuk magunk elé, nem a megelégedettség, a szükségletek és vágyak kielégítésére gondolunk, sokkal komolyabb ez a boldogság ennél. Tehát leszögeznénk, hogy a boldogság az egy komoly dolog, olyan dolog, ami megéri a jó szenvedést, és amiért munkálkodni kell. And boldogság is more on the side of happiness, on the side of felicitas, as meaning. As you know. Felicitas. Felicitas is more. Voleva dire originalmente santità. Santità, anche, eh? Beatitudo. Sì.
Gyorsan elmagyaráztam, hogy a magyar boldogság szó, ugye eredetileg 12. századi eredetű szó, és az eredeti értelmében boldogot, szentet, megváltottat jelentett, ma pedig nem igazán van, ma sincs köze a szerencséhez annyira. Makarios, jól gondolom, makarios. De cáfoljanak meg. Okay, thank you for this information. Welcome. And, now, okay, happiness is part two relational goods, because the time is very short now. Now, I try to say something more, I would say, analytical about the relationship between happiness, in my reading, and social interaction that we call in economics in the last few years relational goods. It's a new concept, new, not very new, because there are people maybe born after 86, but... is quite new with respect to, I don't know, to Adam Smith, 86, 89. The idea of relational good is very simple. Irrational goods, the relationship is the good. The good we consume, we produce, sorry for this expression, is not the commodities, but is the relationship. Jó. Tehát gyorsan áttérnék a második részére az előadásnak, a kapcsolati javakról szeretnék beszélni. Ez már sokkal közelebb áll az én olvasatomhoz a boldogságról, hiszen valahol erre alapszik. Láthatjuk a jelentős szerzőit ennek a koncepciónak, akik nagyjából egy időben alkották meg a saját meghatározásukat a boldogságról. Ami igen nagyon fontos, tehát a kapcsolati javakról beszélvén, ami igen fontos az az, hogy ez csak közös megegyezéssel birtokolható javak kategóriájába tartozik, és nem feltétlenül az anyagi javakhoz kapcsolódik. Tehát ez egy elvont. A kapcsolat maga az, ami jó. Okay, the future, there is no time for the future, but for the features, but identity, okay, reciprocity. De fontos a beazonosíthatósága, a kapcsolati javaknak fontos a kölcsönössége is. The relational good is a matter of reciprocity. I cannot say I'm a friend of Bill Gates, but he doesn't know that, it doesn't work. Igen, fontos a kölcsönössége a kapcsolati javakban, hiszen én jában mondom, hogy Bill Gates barátja vagyok, hogyha ő nem is ismer engem. Tehát muszáj, hogy két oldalú legyen. Then there is the idea of, but because of reciprocity, relational goods are fragile, because we depend on other, but we cannot control the reciprocity of the other. Then the relational goods is an experience of vulnerability. Because it's not a contract. Éppen ebből a tulajdonságából ered a kapcsolati javak törékenysége is, hiszen nem ellenőrizhetem a másikat. Tehát muszáj ráhagyatkoznom. Most of the beautiful things in life, from eggs to relational goods, are fragile. But the fragility, the vulnerability is not a sign of negativity, just a sign of one dimension of life, that is the dependence on others. Then another motivation is a very important feature because in relational goods, the why is essential. Why you are visiting me, because you are interested in me or just because I'm your client, the why is a key element in relational goods. Tehát a törékenységről szólva ezt semmiképpen ne értelmezzük negatív jellemzőjeként a kapcsolati javaknak, ez egyszerűen csak a társaság élet egy vetülete. Tovább lépve egy másik jellegzetesség az a motiváció. Igen fontos, hogy mi motivál a kapcsolati javak létrehozásában. Hogy egy üzleti vacsora az valóban az üzlet miatt alakul, szerveződik és zajlik le, vagy pedig valóban érdeklődöm a másik irányában. The motivation in relational goods cannot be fully instrumental. You need some degree of genuinity, of sincerity, of intrinsic motivation. If it's just instrumental, you have other goods like business and standard commodities, but no relational goods. No, tehát a motiváció soha nem lehet csupán eszköz. Ennek mindig őszintességből, belső indítatásból kell fakadnia. Gratuity, I don't know the English and the Hungarian translation, but you told me that there was a new word that you like very much. But gratuity, because just to give you an idea, in English, in particular in America, there is no translation from gratuity. Because gratuity means a tip in the restaurant, you know. If you say gratuity, people... Because now I'm writing a book on the role of Reformation, Counter-Reformation
in the way of we intend capitalism today, but there is a cultural reason for that, because gratuity is not an economic matter in US capitalism. It's just philanthropy, is a non-economic matter. A következő jellegzetesség az a hát ingyenesség, vagy a szívesség elvűség lenne talán ez a legközelebb megfogalmazás a magyarul. Nem csak magyarra nehéz ezt lefordítani, ugyanis az angol nyelvben is rettentő nehéz megtalálni a megfelelőjét. A gratuity, hogyha angolul próbálom kiejteni, az ugye tulajdonképpen a mai angol nyelv emberek fejében csak úgy nyilvánul, mint egy borravaló, mint egy kis plusz adomány. De ennek semmi köze ahhoz, amit valójában értünk alatta. Éppen most készülök írni egy könyvet, amiben a reformáció és az ellenreformáció szerepét próbálom feltárni abban, ahogy a kapitalizmus, amilyenné a kapitalizmus mára alakult. In the Catholic paradigm of capitalism, business is not just business. It's much more mixed up, society and economy. In the US Protestant capitalism, business is business, gift is gift. Separation. This is true, because it comes from a wound of putting together too much business and paradise with the selling of the grace and the old story. But in the Catholic paradigm, society and economy are more together, are more hand in hand. Jó, tehát ellentétben az angol száz felfogással, ahol ez a szívesség elvűség maximum a filantrópia tényezője lehet, és semmiképpen sem gazdasági megfontolástárgya. Fontos megállapítanunk, hogy a katolikus üzletfelfog, vagy a katolikus gazdaság felfogásban az üzlet nem pusztán üzlet. Az üzletben benne van a társaságiság is, benne van a közösség maga is. Érthető egyébként, hogy az üzlet az miért csupán üzlet az angol száz kultúrában és gazdasági tanokban, hiszen az egész a protestantizmus mély sebéből épülhetett föl, méghozzá abból a sebből, amit ugye a gazdasági és a társadalmi spirituális vetületek túlzott összefonódása és túlzott tömege okozott annak idején. There is a lot of evidence about the positive relations between happiness and relational goods. I just mentioned a few studies, also some of my research on, for instance, this paper is on television watching and happiness. There is a lot of evidence that relational goods are very, very important for happiness. The question is why we don't invest enough energy for relational goods, we invest too much energy in shopping, in consumerism, and so on. This is another issue. Jó, tehát a kapcsolati javak és a boldogság viszonyával kapcsolatban nagyon sok empirikus kutatás volt. Gyorsan megemlítem azt, ami valószínűleg mindenkinek evidencia, hogy például a tévénézés és a tévénézés milyen kapcsolatban van a boldogsággal, egyértelműen ugye ellentétes. Miért szorulnak ki vajon a kapcsolati javak a mai életünkből, illetve miért van az, hogy egyre több és mindig több energiát próbálunk mégis ezeknek a fajta javaknak ezekre a javakra fordítani, tehát még ebbe fektetünk bele, mikor nem okoznak boldogságot. This slide looks difficult, but actually it's very easy, because that means, let's imagine that the happiness of Anna, depends on consumption, you mean everything you can buy in the market, okay? Some health, education, security, a lot of stuff, not just commodities, because the market is much more than commodities. But there is also something else that we call RAB, that is relational goods. As you can imagine, the old story about the fragility of goodness, the vulnerability, becomes the pedix of C is just A, the pedix of R is AB, because the relational goods depends also on Bruno, not just on Anna. Then this is the key idea, because the consumption depends on you. You can control your income, you can control your consumption, but the relationships depends also on other. Then there are more vulnerable, more fragile. Then there is a strong tendency of substituting relational goods with commodities. This is very easy to understand. And then you can also explain all the stuff here. Yes.
Nos, hát ha egy egyenletbe próbálnánk rendezni azt, hogy min is múlik az egyén boldogság, akkor vegyünk egy képzeletbeli Annát, aki a kis A betűvel jelölődik ebben a képletben, és az ő boldogságát, ami a H betű lenne, hogy mint happiness. Tehát miből is áll össze Anna boldogsága? Egyrészt összeáll mindaz a fogyasztásból, amit a C próbál jelölni. Most ezt a fogyasztást ne feltétlenül csak az élelmiszerboltban megvásárolható, vagy egyéb tárgyi megvásárolható dolgokra értjük, hanem mindenre, amit Anna gyakorlatilag megkaphat oktatástól elkezdve egyéb olyan javak, amiket megvehet magának. Emellett a fogyasztás érték mellett azonban ott van még egy dolog, ami ugyanolyan fontos összetevője Anna boldogságának, ez pedig az ő kapcsolati javai. Ezt már nem jelölhetjük csak egy A mellék jelzővel, ugye a R betű lenne a kapcsolati javak jelzője, mellette A, mint Anna, és oda került egy B is, hiszen a kapcsolat mindenképpen jelent egy másik szemét is. De ne nevezzük őt csak B-nek, legyen Bruno, mert hogy legyen konkrét neve annak a másik embernek, hiszen minden emberi kapcsolatban a másik embernek neve is van, és ez igen fontos. Jó, tehát így próbáljuk elmagyarázni Anna boldogságának lehetőségeit. Felkérést kaptam arra, hogy gyorsan tegyem hozzá még azt is, hogy ez a boldogság nem csak Annán múlik ám, hanem a Brunón is, és innen ered az a fajta törékenysége ennek a boldogságnak, amiről korábban beszéltünk. Repetite juvent. To repeat is very important for those who understand English. Just a qualitative method, model, sorry. Let's imagine the effect of an increase of consumption on happiness. Usually it's positive. No need to imagine that it's negative, because when you increase consumption, or in particular income, you enlarge the opportunity set. Then you have more choices, and choices is happiness in general. Not always, but often. But the problem... This is usually the only, more or less the only relationship standard economics sees in the relationship between GDP and happiness. It is always positive. Jó, tehát, hogy első megközelítésben ránézünk egy vizuálisabb megjelenítésre, minőségi modellet próbálunk felállítani, akkor azt láthatjuk, hogy a felső kék nyilacska azt mutatja, amit többnyire a közgazdászok megállapítanak, miszerint minél több Anna fogyasztása, annál nagyobb esélye van a boldogság elérésére, és ez egy egyenes reláció. Sorry, because my PowerPoint are very poor, because I'm not an expert on PowerPoint. But there is also another effect, a sort of a feedback of the increase of the effort for improving income on happiness, passing by relational goods. Then, if you take into consideration the effect of increasing effort in consuming, the effect on relational goods, you will consider a second effect on happiness, and the sign is not certain. The sign can change. My idea is that, because of course, you need effort for consumption, you need work, you need invest a lot of energy in the market side of life, and the total sum of one and two depends on a threshold value. Like in the first graph we saw a few hours ago now at the beginning of the presentation. Jó, tehát hogyha viszont megnézzük ezt a másik vetületét a boldogság elérésének, amelyben már a kapcsolati javak is bekapcsolódnak a képletbe, akkor azt láthatjuk, hogy ez még csak az első lépés, és aztán tovább a másik segítségével is ismét berémlik ez a fajta törékenysége a kapcsolatnak, a kettes számú, vagy a kettes számmal jelölt másik fajta boldogság elérésére. Ami ebből igazán érdekes, az az egyes és a kettes számmal jelölt boldogságnak az egymáshoz képesti értéke, amit egyfajta küszöbérték fog meghatározni, hogy ahhoz képest hol helyezkedik el. In fact, if you don't take into consideration relational goods, or in general gratuity, intrinsic motivation activities, there is no need for imagining a declining happiness function. Because maybe it's decreasing the effect of income on happiness, as you said, is a concave function. But
There is no justification of doing in this way if you don't take into consideration also relational goods. But ami érdekes, hogy amikor kizárjuk a grafikonból a kapcsolati javak tényezőjét, akkor ez a grafikon csak pozitív lehet. Tehát elkerülhetetlen, hogy fölfelé haladjon, és biztos, hogy nem fog lekonyulni a görbénk vége. But if you take into consideration also in empirical studies the rational goods, then you go to the pink or the fuchsia, I don't know which is the color in English, but the something between red and pink color, you will see that there is actually a threshold value that I dedicate to your compatriot Tibor Sitowski. This is an important economist studying happiness in the 70s. Jó, amikor azonban beletesszük a képbe a kapcsolati javak görbéjét is, akkor már is láthatjuk, hogy van egy töréspont, ezt egy egyenes vonallal küszöbértékként jelöltük meg, és itt már láthatjuk, hogy a felső lefelé görbülő vonal, ami a kapcsolati javakat is beszámítva értelmezi a boldogság szintjének változását, hát az igenis máshogy néz ki, mint a nélküle való. Itt érdemes megemlítenünk Sitowski Tibor, magyar származású közgazdásznak a munkásságát, hiszen ő pont ezt vizsgálta a jóléti társadalmakban, hogy mikor történik meg és hogyan működik ez a váltás. The first economist to write a book on happiness and economics was Tibor Sitowski in the 70s. The Joyless Economy is a very important, beautiful book. I translated it into Italian a few years ago in honor of your country, but I think you can translate also in Hungarian if it's not yet translated. It's a beautiful book, even for today economics. I try to show why the slope of the pink curve is steeper in the first part of the curve. Because if you take into consideration relationships, you can understand even more poverty. Because when you are poor, your relationships are very vulnerable. Then to take into consideration rational goods, you will understand why people are happier when they have more income, because even their relationships improve. Jó, gyorsan összefoglalván, Sitowski Tiborról érdemes majd még külön is esetleg tájékozódnunk. A 70-es években írta az első gazdaság versus boldogság témában írodott könyvet. Ha jól gondolom, örömtelen gazdaság lehetne a fordítása a könyvnek magyarul. Egyébként Bruni professzor fordította le olaszra. Megnézve ezt a görbét, és belefoglalva azt is, amit honfitársunk munkássága mutat, elmentünk. Igen, akkor azt láthatjuk, hogy amikor az elejét nézzük ennek a folyamatnak, tehát amikor ugye viszonylag alacsony a gazdagság és a boldogság szintje egyaránt, akkor ez a világosabbik lila színű görbénk, amely a kapcsolati tőkéket is értelmezi, meredekebben megy fölfelé. Ez azért van, mert amikor szegényebbek vagyunk, akkor nehezebb a társas kapcsolatainkat is szinten ápolnunk. Kevesebb barátunk van, kevesebb társas kapcsolatépítésre van lehetőségünk. Amint ez meglódul, akkor azt láthatjuk, hogy ez a görbe még meredekebben megy fölfelé, mint a másik. Ez is pont annak köszönhető, hogy amikor javul ez a helyzet, akkor hirtelen több lehetőség is nyílik a kapcsolati javak építésére és fejlesztésére. Ezért meredekebb a lilaszínű görbe. Tibor Sitowski, one of the most important contributions Tibor Sitowski to this debate is the distinction he made between comfort goods and stimulation goods. Maybe you know, being Hungarian. But he said, comfort goods, like flat screen television, smartphone, iPad, this kind of stuff, maybe not iPad in his time, but it's just big houses, comfortable cars and so on. They give immediate emotions, immediate stimulation that unfortunately lasts very short. Because depends hugely on treadmill effect, what we call treadmill effect, that adaptation. People adapt immediately to comfort. After a few hours, you will be adapted to the new smartphone, more or less. Then maybe a few days. Then the happiness related to to consumption, comfort good, lasts very, very short. Instead, the stimulation goods, that means
relational goods, culture, music, art, cultural goods last very, very much more than comfort goods. But market are focused on selling comfort goods much more than stimulation goods. Szitoszki Tibor volt az, aki megkülönböztette egymástól a komfortjavakat és a stimuláló vagy ösztönző javakat. Ő volt az, aki meghatározta azt, hogy bizony léteznek olyan javak, amelyek azonnali elégedettségérzetet adnak. Ezek voltak ugye a komfortjavak. Az ő idejében valószínűleg a nagy ház, nagy autó, ma lefordíthatnánk úgy is ezeket, hogy a lapos tévé, az okostelefon és az iPad jelentik ezeket. Ezeknek az a veszélyük igazából, hogy beindul az úgynevezett taposómalom hatás, tehát gyakorlatilag percek alatt tudunk adaptálódni egy-egy ilyen komfortjavak körébe tartozó terméknek a használatához, és már többre vágyunk, tehát percek alatt sikerül ezeket magunkévá tenni, és további is többet, és még többet akarunk. Rövid a hatásuk, tehát azonnali, de nagyon rövid hatású javak ezek. A stimuláló javak ezzel ellentétben, amelyek körébe sorolhatnánk a kultúrát, a művészeteket, a zenét, és így tovább, olyan javak, amelyek nem adnak azonnali örömöt, boldogságot, viszont hosszú távon működnek. Sajnos a mai piac teljes mértékben a komfortjavakra specializálódott. Then the conclusion of Tibor Sitoski, we consume too much comfort good and not enough stimulation good, because publicity, marketing push very strongly towards comfort, a very, as we say, not robust and not durable goods, because you need to replace very, very quickly for increasing the GDP. And then we are not happy enough because we don't consume enough stimulation goods. Szitovszkinek az a konklúziója, hogy ez a megállapítás a társadalomról, hogy ugye túl sok komfortjavat fogyasztunk, túl sokat fogyasztunk, még pedig a reklámoknak, a marketingnek köszönhetően, amelyek mind arra ösztökélnek bennünket, hogy a nagyobb komfortot keressük, és ezzel aztán soha nem érjük be, és mindig többet és többet akarunk, erre tol bennünket ez a fajta ösztönzés. One important element of our society, market society, is that this is an important issue, according to me, to communicate you, is the tendency of offering comfort goods presented as stimulation goods in this guide. The television is the most easy example. The market sells actual comfort goods like television, computer, but the tendency is to involve you in the consumption, to present this good as a stimulation, but you are alone watching television at home. This is the reality. But you feel involved in a sort of experience. Then it's the substitution of stimulation good with comfort good. Amit ma láthatunk a piacon, az egyfajta álcázása a komfortjavaknak, hiszen a piac komfortjavakat kínál nekünk, de gyakran úgy adja el őket, mintha ezek stimuláló, ösztönző javak lennének, aként tálalja őket, talán a legjobb példa erre a televízió. Ezek egyfajta álcázott stimulációs javak, nem valósak, hiszen ha csak a tévé példájánál maradunk, egy élményt kínál, ami személyesen megélhető lenne, de a televízió által ugye a kényelemben és az otthon kényelmében lehetünk részesei, tehát olcsóbban kínálja, mint ahogy a valós stimulációs javak elérhetőek lennének. The key element is the price, because the price, not just the monetary price, but the price in terms of effort. The price of comfort good is much, much lower than the price of stimulation good. If you perceive the two goods as exactly substituted of one another, you consume one day, we will spend 14 hours watching television, football games, football, everything alone, because if you perceive that go to the stadium or go to watch television, football at home is the same, of course, the cost is much lower. You will consume only comfort good, zero stimulation good in the long run. És természetesen az egésznek a kulcsa az árban rejlik, hiszen amikor valaki
napokat tölt azzal, vagy hát órák hosszat nézi a televíziót, teszem azt, egy foci meccset néz meg egyedül otthon, akkor bár ugyanazt az élményt imitálja, mint ami egy stadionban lehetne az övé, hogyha kimenne egy valós mérkőzésre, de mindezt otthonában kapja meg, és jóval olcsóbban. This is one theoretical concept important here is in the concept of the activation cost. What does it mean, activation cost? One example. A few days ago I asked my friend, please go with me to a pizzeria for a pizza this evening. Okay, let's go. But the day I phoned him, he said, I'm sorry, I'm a bit tired. Okay, see you tomorrow. What happened, actually? To be in the divano, watching television, without shoes, alone, what is much more cheaper than wearing the, don't know, the sweet, the how do you say, the coat, going outside, because the activation cost of relational goods are much higher than television. And then people don't like invest energy on that. In fact, there is one very telling data from developed countries, Europe, America. The more people work, the more people watch television, because they are very tired and they don't like to go outside, because the activation cost is a sort of barrier. Then, this is one problem, because the happiness of the television is much lower than the happiness of relational goods. But the market pushes very much towards comfort and stay at home, feeling in company. My mother likes very much watching television with this program, with the real story, with the telephone call from home. You say she cries because she's very moved about, but she's alone watching television. This is the reality. But feeling in company. This is the pseudo-relational goods, we call. Ide tartoznak még az aktiváció ára, mint fogalom. Egy szemléltető példán keresztül tudnám ezt elmondani, hogy egy barátomat meghívtam, menjünk el pizzázni valamelyik nap, meg is beszéltük, mikor, hogyan mennénk el, és amikor eljött a napja, és hívtam, hogy no, akkor találkozunk, indulunk, azt válaszolta, hogy á, nem, mégsem tudok jönni, mert most így nem fér bele. Egyértelmű, hogy neki egyszerűbb volt otthonról, vagy egyszerűbb volt nem befektetni ezt a fajta aktivációs energiát ebbe a vállalkozásba. Ugyanezt történik velünk, amikor otthon a kanapén ülve, akár zokniban, rákcsálva, stb. Tévét nézünk. És egy nagyon érdekes mai kimutatás szerint, közelmúltban végezték, Európának van egy nagyon furcsa és szomorú jelensége, miszerint minél több ember dolgozik egy társadalomban, annál többen néznek tévét is. Ez egy nagyon furcsa korreláció, de egyetlen szóval lehet megmagyarázni, fáradtak. Tehát már nincs meg az az energiájuk, amit ebbe a fajta aktivációba kéne fektetniük, és az olcsó boldogságot keresik. És ez az igazi probléma, hogy a televíziók ezekkel a látszólag bennünket teljes mértékben bevonó műsorokkal, ilyenre hangzott el példa a Junior édesanyjával kapcsolatban, aki szintén hát könnyeket ejt egy tévéműsor kapcsán, ezek látszat boldogságot generálnak, amik igazából komfortjavak, és sokkal olcsóbban megszerezhetők, de nem ugyanazt jelentik, mint a kapcsolati javak. In conclusion, cultivating meaningful relationships with others today is very costly because substitutes for relational goods can be found at tremendously lower cost. Because technology decreases a lot comfort goods, to stay at home watching a lot of beautiful programs. Now, one day I had an argument with a leader of television in Italy, a big producer, not Berlusconi, but almost, producer, television producer in Italy, because I was a bit critic towards television. He said, no, but you are old-fashioned, because now we are increased a lot the supply. You can see National Geographic, you can see History Channel, a lot of beautiful cultural program. He said, okay, but you are always alone in front of a black box. This is the experience. You can see beautiful stuff, but the issue is leaving television, go outside meeting people. This is the issue, not just watching beautiful different programs. But the market increases the supply. Now, in Europe, we
We came back to the level of television watching of 80s. With the new offer of Sky Television, we watch television today as 30 years ago, whereas there was a decreasing in the, with the internet. Now we went back to the level of 80s, with a lot of hours spending watching television. Jó, tehát a tartalmas, valóban tartalmas kapcsolatok ápolása és gondozása az igen drága. Ez pedig azért van, mert a modern piacgazdaságban sokkal olcsóbban találunk helyettesítő javakra. Ugyanez a tévé példáját tovább bontva, a technológia csökkenti a befektetendő energiát és pénzt ahhoz, hogy komfortjavakhoz jussunk. Idézve elhangzott egy rövid beszélgetés egy televíziós igazgatóval, aki azt mondta, hogy hát ugyan már hát nem szabad a tévéről ilyen negatívan beszélni, hiszen most újra menő, most újra divatos lett, hiszen ma már bárki nézheti a National Geographic fantasztikus történelmi adók adásait, a kultúráról tájékozódhat, értékeket kaphat a televízión keresztül. Az én válaszom erre egész egyszerű volt, és mit változtat ez azon a tényen, hogy egy szobában ülök egyedül, egy fekete dobozba bambulva. Tehát tulajdonképpen nem vesszük észre, de a társas kapcsolati javak megteremtésével ennek gyakorlatilag köszönő viszonya sincsen. Szomorú tény, de ezekkel az új csatornákkal és ezzel az új televíziós boommal gyakorlatilag visszajutottunk a 80-as évek statisztikáihoz, amikor is az első nagy televíziós robbanás volt. Mindenki a tévé előtt ült hirtelen, mert megérkezett a háztartásokba. Most az új csatornák és az ingyenes elérhetőség, vagy nagyon olcsó elérhetőség ugyanezt az eredményt hozta. I'm very worried about the children. Today, I don't know in Hungary, but in Italy, children are more and more alone, playing with iPad, smartphone. The idea of playing with the others is hugely decreasing. If you don't learn as a child to cooperate with your friends, you will be a very bad worker tomorrow, because the first cooperation is in playing together. I think this tendency to see three children together, each one playing alone with his machine, I think is a tendency that we must react against, because is I don't know which kind of world tomorrow we will have with this kind of children education. Rendkívüli aggodalommal tölt el engem, amikor a gyermekekre gondolok. Nem tudom, hogy Magyarországon pontosan milyen a helyzet, de Olaszországban bizonyos, hogy a legtöbb gyerek egyedül szórakozik, egyedül játszik, és többnyire a modern kütyük társaságában, iPad-del, számítógéppel és így tovább. Ez azért nagyon sajnálatos, mert így nem tanulnak meg egymással játszani, egymással együttműködni, hiszen minden együttműködésnek az első iskolája az a gyermeki játékban van. I finished just reading this beautiful sentence of my master, a bit friend, Amartya Sen, is a Nobel Prize, an Indian, a philosopher, because it's a sort of criticism towards happiness. After this beautiful discourse on happiness, I will conclude with some critical note. First, because I think that intellectuals in any society must be critical towards any kind of power, because the role, the common good of the intellectual is to be critical towards politics and so on. Then to be critical also towards happiness, because it's not something that is God, it's one concept, it's important, but it's not everything important in life. Then this beautiful sentence of Amartya Sen about the happy slave. It's quite easy to be persuaded that being happy is an achievement that is valuable. The interesting question regarding this approach is not the legitimacy of taking happiness to be valuable, which is convincing enough, but is exclusive legitimacy. This is now is nice. Consider a very deprived woman, he said in the first version. Maybe an Indian woman in the Kerala where he comes from. Very deprived person who is poor, exploited, overworked, and ill, but who has been made satisfied with his lot, with his life, by social conditioning, through, say, religion, political propaganda, or cultural pressure. Can we possibly believe that he's doing well just because he's happy and satisfied? Can the living standard of a person be high if the life that he or she leads is full of deprivation?
The standard of life cannot be so detached from the nature of life the person leads. The important, in my opinion, about happiness, feeling is important for happiness, but the more important is doing, is freedom, is rights, is a democracy. Because if you feel happy, but you are in the condition of deprivation, happiness is not enough. For that reason, to use happiness for Bhutan is very complex matter, because in Bhutan, as you know, the democracy of the minority is very, very low. There is a huge criticism because there is the Nepal community that is very, not respected, but happiness is very high. They say happiness is important, but it's not enough. Democracy, right, and freedom are also very important. I don't think you need to read all the sentences of saying. I will not. I think maybe just to comment. Yeah. Zárásképpen és konklúzióképpen szeretnék egy idézetet én csak összefoglalni. Ugye egy értelmiséginek az lenne a feladata, hogy kritikus legyen a társadalommal kapcsolatban, kritikus legyen embertársaival kapcsolatban, és ugyanígy kritikusnak kell lenni a boldogság fogalmával kapcsolatban is. Talán ez a vonulat jelenik meg Szenttől idézett részben itt, amely tulajdonképpen azt a kérdést teszi fel, hogy ez az érdekes kérdést teszi fel, hogy a boldogság egy olyan konkrét példával megjelenítve, mint például egy szegény, túlhajszolt, beteg ember, aki az ő eredeti írásában ráadásul nőnemű volt, ki tudja, talán egy keralai indián asszonyra gondolt, keralai indiai asszonyra gondolt, vajon nem mennyiben lehetséges az, hogy mégiscsak boldog, méghozzá a saját társasági, társadalmi, szociális kondícióinál fogva, így például boldoggá teheti őt a vallás, egyfajta politikai propaganda esetleg, vagy valamiféle kulturális élvezetek, amelyekhez mégiscsak hozzájut. Mondhatjuk egy ilyen emberről, hogy ő igenis jól érzi magát a bőrében, hogy ő jól van, csak azért, mert ő boldognak és elégedetnek mondja magát. Mondhatjuk-e azt, hogy az ő életszínvonala magas, hogyha gyakorlatilag, amit látunk, az a szegénység körülötte. Vajon teljesen elválhat-e a boldogság, az életszínvonal meghatározása magától az életmódtól? Vajon lehetséges-e ez? Hát ezen az a kritikai gondolkodás, amire szükség van. Utalni szeretnék itt arra példára, gyakran mondjuk, hogy hát bizonyos társadalmakban ez működik. Például Bhutánban gyakran hivatkoznak arra, hogy hát az ottani közösség milyen érdekes, hogy szegény és mégis boldog. Ennél egy sokkal összetettebb helyzetről van ott azért szó. Elég megemlítenünk például azt a nepáli közösséget, amely teljes elnyomásban él Bhutánban, hiszen a boldogság nem csak a szubjektív egyéni boldogság szintjén mérhető ilyen szempontból, akár a szegénység ellenében, hanem más értékekhez való hozzáférés alapján is, hiszen emellett az anyagi és az életszínvonalbeli pozitív helyzet mellé ugyanolyan fontos a demokrácia, az egyéni jogok és a szabadság megléte is. My last words is eudaimonia, my idea of happiness requires the capability of facing with pain and transforming it into good life, achieving and as a community also. The idea of happiness I like is a public happiness, is happiness as a serious stuff, cultivation of virtue, social interaction, good qualities, right, freedom, and capabilities. This idea of happiness is very important. Otherwise, happiness can be also manipulated by many, in many ways. The conclusion is also in honor of your compatriot, also this is Tibor Sitowski, is a thank you to him for his work on happiness, also a thank you to you for this beautiful day, for this beautiful conference. Thank you. A saját konklúzióm ezzel kapcsolatban egészen röviden az lenne, hogy az eudaimonia mai felfogásban szükségelteti a fájdalommal való szembenézés képességét, hogy ezáltal átalakíthassuk azt jó életbe, illetve jól megélt életbe, mind az egyén, mind pedig a közösség szintjén. Azt gondolom, hogy ez egy rendkívül összetett diskurzus, mindenképpen beletartoznak a szociálpolitikai, gazdasági
szabadsággal kapcsolatos, demokráciával kapcsolatos mindenféle lehetőségek, amiből fölépíthetjük magunknak ezt a fajta eudaimóniát. És ne felejtsük el még azt is megjegyezni, hozzátenni ehhez, hogy bizony ezek az értékek mind manipulálhatók is. Végezetül pedig szeretném csak lerónni tiszteletemet a magyar szerző előtt, akit idéztem, és aki valóban a Boldogság gazdaságtannak az egyik úttörője, Szitovszky Tibor képével búcsúzom önöktől. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you.